Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Május 12-én újra egy portál nap van, amikor kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez egy finom energiamező, aminek van gyógyító hatása, azon kívül itt kinyílik egy kapu a spirituális területre. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, erről beszámolok ebben a videóban. Az, hogy mikor van egy portál nap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár, amiről naponta beszámolok a Facebook oldalamon, Dender Susanna Medici. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések, ami 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, ez a szám szerencsét hoz. Ez a portál nap május 19-én a 13. hullámban van, ami eltart május 21-ig, utána majd kezdődik a 14. hullám. Ez a nap, ez a portál nap a 11. nap ebben a 13. hullámban. Ami azt jelenti, hogy itt vannak kapcsolatok, szerződések, külső hatás, egy új irány, fontos döntések, és ezt mi most mesterien meg tudjuk oldani, lehet, hogy nem egyedül, hanem mások segítségével, de mindez sikerülni fog, amit szeretnénk elérni vagy megvalósítani. Ebben a maja naptárban vannak szimbólumok. Ezen a napon Manik uralkodik, és Manik egy kezet jelent, ami a képen látható, hogy vegyük kezünkbe a dolgokat, vagy érintsünk meg valamit, vagy valakit. Tulajdonképpen Manik ebben a maja naptárban egy kék színű kezet jelent, aminek az lenne a szimbolikus jelentése a kék színnek, hogy jelenti a víz elemét, és a víz eleménél érzelmekről van szó, vagy jelenti az intuíciónkat, ezt a belső forrást, hogy hallgassunk oda a belső hangunkra, vagy figyeljünk oda az érzelmeinkre, vagy mások érzelmeire, és eszerint cselekedjünk. Manik azt is jelenti, hogy itt van egy kapcsolat a négy elem között, de uralkodik a víz eleme. Ennek van egy erős gyógyító hatása is. A tűz eleménél szenvedélyekről van szó, vagy lelkesedésről. A levegő eleménél kommunikációról, vagy ötletekről, a víz eleménél érzelmekről, vagy az intuíciónkról, és a föld eleme láthatóvá teszi ezt, hiszen utal a reális dolgokra, és a föld eleme segít mind ezt, ami bennünket lelkesít, vagy az ötleteinket, vagy ahol jól érezzük magunkat, mind ezt segít a föld eleme megvalósítani. Ennél az energiánál, Manik hatásánál arról is szó van, hogy a mi gondolatainkat egy hangba hozzuk az érzelmeinkkel. Itt van kapcsolat az elemek között, kapcsolat másokkal, és az a feladat, hogy úgy cselekedjünk, úgy vegyük kezünkbe a dolgokat,
hogy itt meglegyen a harmónia, meglegyen a belső egyensúly, és hogy ne csak magunkra figyeljünk oda, hanem másokra is. Hiszen itt kell a kapcsolat, kell az összhang. Ezek lehetnek munkahelyi kapcsolatok, hogy ott közösen végezzük el a munkát vagy a terveinket. Ezek lehetnek családi kapcsolatok, hogy segítsünk egymásnak, hogy odafigyeljünk a családtagokra, vagy kihat természetesen a párkapcsolatra is, hogy meglegyen az összhang, hogy meglegyen a harmónia, hogy legyenek közös tervek, ami mindkettőnket lelkesít, hogy érezzük ezt a bizalmat, a szeretetet, a szerelmet, és azt is, hogy megérintsük egymást, hiszen kell a testi kapcsolat, ez is hozzátartozik a párkapcsolathoz. Tehát ezek a témák ennél a szertartásnál a gyógyító erő, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, hogy legyenek szép kapcsolatok, hogy meglegyenek a cselekvések, legyen harmónia, meglegyen az összhang, hogy odafigyeljünk a saját érzelmeinkre, törődjünk magunkkal, de hogy odafigyeljünk másokra is, hogy legyen meg a segítség, hogy őrizzük meg azt, hogy legyen ez a szép, harmonikus kapcsolat a családon belül, a párkapcsolatban is. És hogy meglegyen az összhang, a harmónia a gondolataink és az érzelmeink között. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, felírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!